Na srácok, nem mondom azt, hogy giga módon fel vagyok szerelve, de legalább van már egy íjam, és nem is tudom, 8 darab nyilvesszőm azt hiszem. Illetve van egy fémbaltám, egy fémfejszém, meg hát egy nem túl jó állapotban lévő lándzsám, amivel most nekiindulunk a világnak. Úgy döntöttem, hogy most egy picit legyünk bátrabbak, nyomtam egy mentést, és próbálunk egy kicsit messzebb elmenni. Ugye egy korábbi epizódban egy kicsit ott eltévedtem a túlvégen, és láttam pár tapírt. Tehát legalább odáig elmennék megnézni, hogy azokat mégis el lehet-e kapni, és ha igen, akkor mit lehet belőle szerezni. Illetve hát jó lenne most már egy picit nagyobb területet bejárni, vagy legalább valami checkpointot találni, hogy ez a térkép, ez kinyíljon, valamit biztos kéne tennem, mert itt van egy ilyen, hogy térkép, de ez teljesen inaktív. Tehát azt gondolom, hogy ilyen csőüber béna vagyok, és lényegében még a prológus előtt járok kb. Valahol, mert semmi nem nyílik ki, és semmi nem indul el tulajdonképpen, csak itt próbálom a teljesen alapokat megoldani a kis nyomi táboromba. Úgyhogy most így bátran nekiindulunk, aztán vagy eltévedek, vagy nem, azt se tudom mekkora a térkép egyébként, tehát hogy mekkora a bejárható terület, azt se tudom, hogy itt még milyen egyéb szörnyűségek fognak lesni rám, viszont így nekiindulok az ismeretlennek. Na, ott úgy látszik, van egy tapír. Valaki morog. Szia, tapír. Tök cuki vagy. Kérdés, hogy ez megtámad-e. Hú, de jól tudok célozni a nyílat. Ez elég jó sztori. Egy lövés. És vissza tudom venni a nyílvesszőt? Az előbb, mintha láttam volna. Itt van. Ez az királyság. És a dárdám is. Pekari. Bocs, nem izé. Nem... tapír. Ne támadj meg. Hanem pekari. Ez egy ilyen furcsa pékáru. Na nézzük, hogy mit kapunk pekariból. Közben már villog a nagyító, mert megint valamiféle szörnyek megtámadták a szervezetemet. Csont, az van bőven, meg pekari hús. Hát visszavisszük, azt meglátjuk, hogy mit kapunk ebből. Koszos vagyok, sérült vagyok, úgyhogy jó nagy kalandozás volt, egész sokáig jutottunk. Megint megtámadott valahol egy állat. Jézus Mária! Nem is egy. Elment az eszembe. Ezek teljesen hülyék. Három ilyen kretén állat rám támadt. Hát ez nem normálisak. Törzsi lándzsa. Hát legalább egy kicsit upgrade-eljük a lándzsa készletünket. És hol vannak a nyilvesszőim? A néni kéteket. Hol a lándzsa? Na hát nem kellett messze jönnöm, de találtam is egy ilyen... hát első ránézésre elhagyatottnak tűnő területet. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy mennyire elhagyatott. Kérdés, hogy... húha! Hangok azok nem annyira szimpik, egy ilyen kis kajmán, vagy nem tudom mire hangálott. Kör... micsoda kőgyűrű? Megégett hátizsák. Hova? Na itt valami... It's a map! Azt a büdös! Térkép! Or, at least what's left of it. Aha! Ez vicces. Akkor gondolom így fogjuk... Jézus Mária! Hát ezt most hadd ne olvassam már végig. Gondolom így fogjuk akkor felfedezni a térképet, hogy itt-ott-ott lesznek ilyen részlegesen megégett térképek. Ez nagyon mérges itt ez a kajmán, úgyhogy lehet, hogy le kéne durrantani. Ez kéne, hogy legyen az új bázisom? Azt próbálja sugallni a játék, hogy ez jó lesz itt nekem, vagy ez itt rohadt veszélyes helyen van. Mert amúgy szimpi, tehát egy elég nagy terület, ami... az nem is kajmán, ez csak egy leguán. Azt hittem már valami komoly. Szóval, hogy... szertartási tál. Nem biztos, hogy annyira jó hely ez nekem. Megint itt van egy ilyen... nótata. Nem is biztos, hogy egy.
Hol vagy, majom? Ez a célzás? Ó, nagyon nem egy. Kriminálisan tud célozni a srác. Aha, csak ennyien vagytok. Hát ez jó, belekötöttem az egész törzsbe. Egész sokáig fogok tartani, úgy érzem. Hú, ez meghult. Viszont az előző az belém vágta a dárdáját, az nem volt olyan jó. Meg ez is belém vágta. Nem, hát akkor a válasz a kérdésemre, nem ez lesz az új bázisom. Egészen óvatosan kell itt azért. Ott egy íjász, nem egy, kettő. Gondolom ti nem így tudtok íjazni, mint én, ugye srácok? Mert én nem vagyok a helyzet magaslatán. Még van néhány cseppnyi energiám. Addig nem adjuk fel. Hősiesen elpusztult. Kéne egy pár nyilvessző srácok belőle, kiveltem, ne haragudjatok, de nektek már nem kell. Hol vagy, rohadék? Nem mintha esélyem lenne túlélni még ezt a történetet, de legalább legyen már méltó a vége. Ez az. Oké, hát akkor gondolom ilyen 48 darab vágás. Ó, csak ilyen vágások? Hát nem is vészes. Egész esélyes vagyok, itt az ütőeremnél el van vágva a kezem. Meg itt is. Szerintem van esélyem. 2-3 másodperc és gondolom elájulok. Jaj, főleg így. Próbáljuk már meg ezt a dohányleveleset. Ha ezt túlélném, az Isten király lenne. Ez egy ilyen fertőtlenítős. Ja, várják, közben megtámad egy kígyó mindjárt. Igen, köszönjük, akkor ez volt egy seb, de van 48. Ezt is bekötjük. Ezek úgy el fognak fertőződni, mint a húzat, szóval szerintem ez csak ilyen önáltatás. Lábaim le vannak szakadva, vagy mi van velük? Ne viccelj, a lábam nem találták el. Na, hát... még a végén túlélem. Nekiállunk lootolgatni. Valamelyik jó dárdát össze kéne szedni, amelyiknek igen jó... ó, obszidian csontpenge. Még ha lenne is hely az inventorimba, az egész jó lenne. De nem nagyon javul az állapotom ezzel a bekötözéssel sem. Törzsi nyilvessző. Törzsi íj. Az jobb, mint az enyém. Feltételezem. Főleg, hogy az enyém 26%-os. Ez pedig... 99! Egy lehelletnyivel jobb. Itt a... popójába bekukkantunk, hogy van-e nála valami loot. Ez felettébb gusztusos, ahogy így feldaraboljuk a gonoszokat. Na várja, ez volt az én dárdám. Nem, fémláncsa. Hát ezért mondjuk kár, mert csináltam egy morhajó fémláncsát. Ez meg 97%-os. Az a baj, nem tudom melyik mennyit sebez. Tehát, hogy erről van-e bármi statisztika, hogy ez jobb vagy nem. De ez iszonyatosan jó állapotban van, az meg nem. De mondjuk akkor annyit csinálunk, hogy még ezt a kőcsákányt ezt kukázzuk. Azt azért nem túl nehéz újra gyártani. És még ezt a kőpengét is kukázzuk. Úgy csinálok egyébként, mintha bármi esélyem lenne ezt túlélni. Készülök itt a nagy lootokkal. Csontokat eldobáljuk, mert nem kell. És együnk már valamit, hátha. Hátha van bármi esélyem. Biztos nincs. Ja, de most várjál, mert ráadásul meg koszos a kezem, eszem itt a izé, koszos kézzel a kaját, attól még mindjárt megdöglök. Az a baj, hogy kb. Az összes nyilvesszőmet előttem. Ó, de vissza tudom szedegetni. Jó, el kéne mennem. De miért nincs ennyire nulla teherbírásom? Hát most komolyan emberhús, ezeket szerintem köszönjük szépen, de nem kérjük.
Elmegyünk kezet mosni, hogy tudjak kajálni. Itt is egy nyilvessző, mindent szétlőttem nyilvesszőkkel. Azt nem tudom, hogy most akkor én ezt így... Mi? Szárító? De jó, akkor ezeket itt megnézem és megtanulom. Ó, de király, akkor ez nem csak úgy egy település, hogy itt úgy... És elkezdett javulni a HP-m. Ha ne viccelj már. Meg eltűnt a vizé. Nagyító. Túlélem ezt a támadást. Öten támadtak meg kb. Mekkora király vagyok? Oké, nem vagyok koszos. Akkor ilyen piros gombát kell lenni, ez féregtelenítő. Hát ezt csekkoljátok, mekkora tápálat vagyok. Egyetlen fillért nem adtam volna, hogy ezt a támadást túlélem. Most már csak azért sem ártana visszamenni a táborom, hogy mentsek egyet. Kár lenne ezek után ezt elbukni. No, és akkor itt jött 87 új notifikáció. Mégpedig, ezeket már láttuk, köszönjük. Itt. Ez kőgyűrű, de jó. Majd mindjárt csinálunk egy ilyet, ezt már tudtuk. Szárító. Mit szárítunk itt ki? Mindegy, majd megnéz, csonthorog. Oké, és még mindig egyet mutat. De miért? Mikor mindent megnéztem? Ja nem. Tudod, izé lesz, át kell váltani, bambuszból is van. Jó, ez a para támadó zene, ez nekem nem annyira tetszik. De bízunk benne, hogy ez csak azért van kicsi bot, mert itt rohangál ez a kajmán. Ez egyébként ez nem rossz ez a település, lehet, hogy nekem ide át kéne költöznöm. Aztán majd maximum támadnak rendszeresen, és akkor úgy de szépen lepakoltam a csontokat. És akkor írtam őket szépen sorba, és törzsi íj ez is. Ez pedig kicsi tűz, szertartási tál, tehát akkor effektív én ezt tudom használni. Hogyha itt még ilyen szükségletei is vannak. Itt körbe kivágom a fákat, építek egy 20 méter magas kerítést, és akkor ez lesz az új bázisom. Na de várj, a térkép! Azt csekkoljad! Igen, és honnan tudom, hogy melyik az én bázisom? Meg hogy egyáltalán hol állok? Ez vagyok én? Gondolom ez talán ez, ahol most vagyok. És... Hát fingom nincs. Jó, mindegy. Ja, de várjál, itt mintha lett volna egy toll. Nagyítás, az a jobb egérgomb. F óra. Oszt ennyi. Nem tudok rárakni semmit. Jó, azt hittem tudok rátenni valami jelölést. Jó, hát de legalább itt egy pár új dolgot sikerült felfedezni. Hogy így idejöttem a közelébe. Ezt nem tudom megtanulni. Gondolom ez a szárító. Jó, ott még vannak egy páran, várja, még kell egy kicsit lootolni. A madártól az nagyon hasznos, a csont az már kevésbé, az engem nem olyan nagyon érdekel. Azokat ki is dobálom. Most jelen pillanatban nem nagyon tudok vele semmit csinálni. Madártól azért lesz jó, mert tudok belőle majd sok nyilvesszőt gyártani. Ez azért kemény volt itt, hát nem is tudom, négyen vagy öten biztos voltak összességében, csak itt fekszik három. Na, ezt nem is igazán értem, hogy ezt hogy sikerült megoldani. Leginkább gigamázlival. Jó, és akkor itt van hat nyilvesszőm, meg egy törzsi. És vászorgok, mint egy csiga. Ezt mind megsemmisítjük, ezt is mind megsemmisítjük. És tiszta kosz vagyok már megint. Én ezt nem értem, tehát megállás nélkül mosakodni kell, ott meg megint egy rája. Azt majd mindjárt ledobjuk. Jaj, nehogy az legyen, hogy vizet iszom. Na jó, hát szóval ez egy elég jó kaland volt, nem volt ez olyan nagyon messze a táboromtól. Bízom benne, hogy visszatalálok, és aztán lehetséges, hogy itt lesz a következő táborom, mert itt elég sok minden van a környezetében. Leginkább ellenséges támadásokra viszonylag gyakran lehet számítani. És az nekünk jó, mert tudunk tőlük lootolni. Na, sikeresen visszaértem a bázisomhoz szerencsére, és még csak el sem pusztultam, ami tényleg elég meglepő. És utána néztem csak meg ott a nagy ijegységbe, ezt észre sem vettem, hogy azért itt a... hát ilyen, hogy mondjam, kalandlap, vagy ez a küldetés lista is frissült, ez a szeret segítséget, ugye? Itt szerepel egy ilyen most, hogy vizsgáld meg a törzsi falut áthúzva, és ellenőrizd a Lambda 2 helyszínt. Ez igen érdekes. Készíts
nem tudom micsodát, emlékezeteit helyre, vagy emlékeid helyreállításához. És ugye itt ilyen feljegyzéseket csinált erről a településről, az hagyján, viszont ugye ott volt ez az üst, ami elég egy tüzet kívánt. Ez mi volt? Remélem nem egy nyilvesztővel lövöldözik rám valaki. Teljesen olyan hangja volt. Szóval, hogy lényegében frissült a küldetés napló ezzel a helyszínnel, ennek tök örülök. Ott tüzet kell rakni az üst alatt, bele kell tennem egy ilyen nem tudom mit, ez azt írja, hogy a dzsungel legvastagabb fáin növő lián darabjai, valami ilyesmi. És kell nekem ilyen pszichopata növény, piros színű, felforralni és el kell fogyasztani. Az a mázli, hogy szerintem én egy ilyet már találtam korábban, ezer éve itt van az inventoriban, pont legutóbb akartam kidobni. Lehet, hogy kidobtam. Bakker. Nem, itt van. Azt hiszem ez az. Szerintem ez lesz az, ez a dolog. És akkor igazából annyi kell, hogy még valami giga nagy fákról lévő lián darabot leszedni, ott alatt a tüzet rakni, és akkor beszörpikézzük ezt a itókát, aztán elborult tőle az agyunk teljesen, és akkor elvileg lépünk tovább a küldetéssel. Na hát azt gondolom megtaláltam az erdő egyik legnagyobb fáját, és van is itt rajta ilyen inda-szerűség, meg egyébként ilyen ismeretlen kék gomba. Szedünk ebből, és aztán majd megkóstáljuk, csak mentés után. Szóval elvileg megvan minden összetevő ahhoz, hogy ezt a szertartást megcsinálhassuk. Nem igazán értem, ez a zene miért van, remélem nem fognak most itt engem megtámadni. Nem olyan nagyon örülnék neki. Ott van nem messze tőlünk ez a bázis, ugye, ahol voltam. És egyébként a ja, hozzáteszem, sikerült csinálnom armort, tehát ilyen pajzs, vagy ilyen, hogy hívják ott, páncélt. Nagyon jó játék abból a szempontból, tényleg hát rengeteget kell próbálgatni, de ha próbálgatod, akkor ki tudod találni ezeket. És igazából az is nagyon szimpi, hogy amikor elkezdesz craftolni, és csinálsz valamit, ide teszel. Eleve, ha abból nem tudsz így semmit csinálni, akkor nem mutat semmit. Hogyha még jó a szitu, tehát itt ebből se tudok, de mondjuk mit tudom én madártól. És akkor itt írja, hogy még mi mindent tudsz összerakni. Ide tettem egyet, eltűnnek a gombócok. Tehát ez jelzi, hogy ez így nem jó. Tehát azzal nem tudsz már kombinálni. És akkor ez a sztori, ez úgy néz ki, hát nem egy nagy vasszis, de ilyen banán armorom van. Meg csont van rajta. Tehát ugye egy csomó csontot sikerült már szereznem ezekből az emberekből, meg a ezekből a vízi disznó, meg pekari, meg ilyenekből. És úgy néz ki a sztori, hogy kell, azt hiszem, három csont talán, két kötél, meg egy banánlevél. És akkor csinál egy ilyen jópofa kis... mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki. Így, nagyon kemény. Nem tudom, mennyit ad a védelmi értékemhez, nem hiszem, hogy túl sokat, de szuper csinosan nézek ki. Tehát igazából banánlevél az annyi van, mint a szemét, kb. Kötél is. Úgyhogy onnantól kezdve, ahogy tudsz egy pár ilyen lényt lecsapni és csontot szerezni belőlük, akkor érdemes megcsinálni ezt. Ami viszont durva, hogy konkrétan nem esik az eső, már egy jó ideje. Tehát egy jó pár nap eltelt már, és nem esik egyáltalán az eső. Tehát ez egy új probléma, főleg itt az esőerdőbe. Mert hogy azt kell megoldanom, hogy küzdök a vízmelegítéssel, ezzel a vízforralással, az a szerencse, hogy azért korrekt a játék, tehát most nem kell nekem... Jesszus, ez mi volt? Nem kell nekem ilyen kis köcsögedényeket formázni, vagy ilyesmi, hanem ugyanúgy tudom használni a kókuszdiónak a felét, csak kicsit szívás. Ilyenkor ugye nyugodtan építhetek tüzet a folyóparton, mert nem fog esni, pont ez a probléma. Tehát teljesen mindegy, melyik folyóparthoz közel az ember épít egy kis tábortüzet, és kettő darab fél kókuszdió héjjal oda megy, és így felváltva dobogatja be őket a vízbe, és hordja oda. Ugye az a baj, ami egy kicsit szenvedés benne, hogy a kókuszdiónak azt a félbevágott részét el tudjuk tenni az inventoriba, de hogyha víz van benne, akkor az kiborul. Tehát ezt ugye ezzel a fél cheat megoldással, vagy ezzel a szerencsétlen... Ez mi volt? Ja, hogy az ott egy termeszvár. Hát rohadjatok már meg, én ezt akkor is haza akarom vinni, ha már idáig eljöttem vele. Szóval, hogy... Hol tartottam? Ja igen, tehát hogy az inventory nyitva, és akkor kézbe veszed a
kókuszdiónak a felét, úgy, mintha próbálnád az inventory-ba tenni, de nem teszed be, hanem fogod a kezedbe, és közben gyalogolsz, nem tudsz forogni, nem tudsz semmit csinálni, ilyen szerencsétlen módon kell megoldani. Ezért kell minél közelebb tenni a tüzet a folyóparthoz, és akkor lényegében pár lépéssel oda pakolod a... Majd nem soká meg is mutatom, vagy majd kiteszek a képre egy videót. Tehát, hogy ilyen formán, ilyen szerencsétlenül ezt meg lehet oldani. Nem esik eső. Tényleg napok óta nem esik eső, úgyhogy ez elég nagy szívás. Közben pár új dolgot is építettem. Ilyen vizétárolót, kötéltárolót, nagy röngtárolót, meg hosszú bottárolót. Kb. Semmi értelme, csak hogy legyen. Úgyhogy, hát szerintem a következő az lesz, hogy megyek, és akkor megcsinálom ezt a szertartást, hogy elszálljon az agyam, és hogy meglássuk, hogy mi történik.